Na sziasztok, folytatjuk a Sniper Elite 3-at. Megérkeztünk a Pont du Fas repülőtérre, ami egyébként Tunéziában van. Jelenleg Tunéziában vagyunk. Hát, lássuk. Most nem tudom, hogy itt mennyire lesz kötelező a stealth. Most egyelőre, amit így... Erősen kétlem, hogy kötelező lenne itt a stealth, hogyha ilyen sok mindent rögtön a pálya elején fel lehet robbantani. És csak. Ott is. Sok mindent fel lehet itt robbantani. És ha én egyszerűen csak az a bajom, az most meg arrafele néz. Gondoltam, hogy elindulok ott arrafele, hiszen ugye oda kell lejutni. Csak most az a szemétláda itt most pont arrafele néz, tehát ő garantáltan észrevenne. Viszont ha ő ott megfordul, ha meg is fordult volna, úgy látom. Elindul visszafele. Na most én megkockáztatom, hogy elindulok arra. Ha nem muszáj... Várja. Akkor velük itt nem akarok veszekedni. Ha egy lehetőség van rá. Így. Nem tudom, hogy jó ötlete itt menni, mert ugye ez ilyen kialakított útvonal, tehát szerintem itt tudod járőrözni fognak páran. Nem is merek ott lemenni. Inkább megyek itt fönt. Vajon arra is el lehetne menni? Be lehetne ott menni elvileg? Ezt is megnézném, csak... Várjál. Ó! Oh. Oké. Okay. Oké. Okay. Information bleiben! Nincs ott fenn a toronyban senki. Maradjon így. Lehet, hogy akkor viszont mégis arra... Csak nem sikerült beteggelni őket. Na de most. Óha. Hogyha én erre megyek, akkor ők ott észre fognak venni. Igen, itt észre fognak szerintem venni. Attól tartok. És ezek innen nem mozdulnak el. Ők fixen itt vannak. És mi van akkor? Mi van akkor?
Induljatok el szépen arra. Mi az a nichts? És most erre jön, hallod? Vagy odadottam a követ, most miért erre jön? Ez is érdekes volt. Fél úton vagyok. Ha nem muszáj, akkor nem szeretnék nagy tűzharcot kirobbantani. Ha egy lehetőség van rá. Hát pedig most van rá lehetőségem. Most megint pont errefele néz, ami nekem nem túl jó. Viszont itt van hangzavar, aha. Lehet, hogy meg fogják találni a hullát, amit odarejtettem a bokorba. Most elfordult, akkor én elindulok errefele. Ja, csak hogy a bunkerbe kéne lejutni, várjál, nem jó helyen vagyok, mert... Hú, basszus, várjál, akkor ez így... Hú, ez így nehezebb lesz, mint gondoltam. Hú... Az opcionális, hogy... Öljek meg mindenkit ott a toronyba, tehát ott fenn mégiscsak vannak egy páran. És hogy jutok be oda a bunkerba? A basszus kulcs. Ich muss diese Türen irgendwie öffnen. Hey. Nem tudom, hogy hol nyitottam ki.
Keine Spur von dem Schützen? Rájuk nem számítottam. Na most hol és mit nyitottam ki? Itt ugye? Aha. Oh. Ez hova vezet? Van egy másik bejárata is. Megpróbálok továbbra is lehetőleg csendben itt, csendben tovább haladni. Nem így terveztem, de elfogadható végeredmény. Ilyen távolra a pisztoly sajnos alkalmatlan. Dinamittal mit csináljak, azt nem tudom. Nem rosszak ezek a textúrák mondjuk. Húha! Istenem, jaj! És mennyi robbanó cucc? Ott van egy ilyen gáztartály, vagy mi a lócitrom? Ez itten miféle helyiség itten? Itt van egy... Aha. Itt van egy hangár. Vagyis, hogyha én itt lenn, riadóztatom az ellenfeleket, akkor itt a hangárban is le fognak mögöttem jönni, aztán segbe fognak lőni. Itten... Halló? Sehol senki? Annak mondjuk örülnék. Erre a hordóra vigyázni kell. Ezt nem nagyon kéne bántani, ezt itt. Csak azt nem tudom, hogy... Most hol a francba vagyok? Fred, gefangenen. Ja, hogy itt vannak foglyok. Aha. Ja, hogy ők! Értem. Viszont ide kéne kulcs. Danke. Ich dachte schon, das war's. Nem kell kulcs! Aha! Oda néz. És még egy opcionális feladatot is megcsináltam.
És mondjam azt, hogy túl ügyes vagyok. Nem mondom, mert nem akarom elkiabálni. Itt van a láda mögött. Itt csak ketten vannak, az még mondjuk vállalható. Lótúrót vannak ketten, itt hárman vannak. Na! Hallod? Ez annyira tipikus! Ez annyira tipikus! Le akartam takedownolni némán, és a játék azt mondja, hogy hehe, menj a picsába! Akkor se engedem! Na ezért nem tudok én sehoz teltelni, mert a játék nem engedi. Pont akkor fordult meg, amikor takedown-t akartam volna nyomni. Persze, hogy pont akkor fordul meg. Ciao. Jó, most már mindegy, akkor Rambo. De én az egész pályát csendben szerettem volna, mert itt lett volna rá jó esélyem, hogyha a játék nem geciskedik meg én ennyire. Pontosabban az MI nem ennyire geci. De hát akkor most Rambo style. Senki más? Ez... Lássuk be, ez egy nagyon nagy geciség volt. A játék része, ez egy hatalmas nagy geciség volt. Az ilyet úgy utálom. Pont akkor fordul meg, amikor odamész mögé, és nyomni akarod a takedown-t, és akkor hirtelen megfordul, hogy azért se sikerüljön. Na most az a kérdés, hogy honnan jött a gránát? Ki dobta? Na jó. Pedig eddig tök jól ment szerintem. Aha. Eddig tök jól ment, de tényleg. És a hirtelen a semmiből teremnek itt a katonák. Ja, a föntről a hangárba jönnek, amit említettem is, igen, valóban. Legalább lőszart visszakapom. Milyen rendes. Arra. És remélem, hogy arra is kijutok. Szűk 80 méter, erre ki tudok?
Mi? Valahol egy... Ezt hogy élte túl? Láttátok, megint fejbe lőttem, ugye? Oldalról fejbe lőttem, és nem nagyon érdekelte. Na hát akkor rambózunk tovább. A játék azt akarja, hogy rambózzak tovább. Úgyhogy rambózunk tovább. Itt kint már nagyon nem szerettem volna. Az a nyelvet. Megoldjuk. Megoldjuk. De hallod? Ezt úgy hogy? Ez hogy? Tehát meglövöm, érted? Tehát... nem. Most honnan folytatom? Ezt nem hiszem el. Most tényleg innen? Ezt láttátok, ugye? Tehát a közvetlen közelről nem tudja eltalálni. Az elit katona. Itt volt tőlem 5 méterre, és nem képes eltalálni. Basszum tajfa. Láttad, ugye? Látod, hogy mi történik, ugye? Tehát közvetlen közelről pontosan a fejjel közepét céloztam, és nem képes eltalálni. Na hát... Az előbb emiatt buktam le. Oda megy, látod? Oda megy? Ja, hogy... Aha, azonnal megfordul. Kellett volna várnom egy kicsit. Na, a második próbálkozás. Arra. De én az előbb őket kiszabadítottam, most ez itt milyen műsor? Tehát, hogy én az előbb ezt megcsináltam, miért nem volt? Várja. Hát ez komolyan mondom, hogy vicc. Na. Hogy vett észre? Valaki magyarázza el, hogy vett észre fal mögött. Valaki legyen szíves, ezt magyarázza el, hogy ők hogy vettek engem most észre. Ott voltam a fal mögött, nem láthatod. Árnyékban is voltam. Hogy vett észre?
Tehát... Édes Istenem! Csá! Aha! Oh. Mi? Ez ki volt? Hol? Mi? Merre? Ezt neked! Merre kell? Ja, arra kell menni. De hol van? Én értem, hogy valahol van ott a sniper, de hol? Az anyád köcsögít. Te rohadék. Ő tényleg jó beleolvas most a környezetbe. Erősítés fog hívni, ugye? Mert mindegy, leszarom. Inkább rambózok. Cse? Ő volt az egyik rádiós, aki erősítést hív. De hát későn lőttem le, mert most erősítés hívott, úgyhogy sajszegál. De lassan tölti újra. Itt fog jönni. Ó, jönnek itt még! Itt vannak. Fölött, a bunker fölött vannak. Wachsam bleiben. Csá? Ist hier
Na jó. Tehát oda fel kell jussak. Aha! Nem lesz olyan könnyű menet? De hol? Ki? Ja? Hát ez mekkora vicc! Egyik pillanat a másikra ide teleportálnak az ellenfelek. Én hogy körbenéztem az előbb, senki nem volt itt, és egyik pillanat a másikra ide teleportálnak. De honnan? Kicsoda? Hol? Hol? Hát ez hihetetlen, bazd meg. És hogy a picsába került oda? Ez... Bazd meg, pár másodperce nem volt az egész pusztán is senki, érted? És egy pillanat a másikra ott van. Tehát, hogy... Meg. Jó, legalább a manuális izé működik. A manuális mentés működik. Jó, hát ez nagyon-nagyon-nagyon hosszú pálya lesz. Én erre számítottam, csak arra nem számítottam, hogy ez ennyire szar lesz. Nézd meg, és itt van. Így. Most úgy fogom csinálni. Na, mivel működik a manuális mentés, ennek nagyon örülök, mert akkor ezt úgy fogom csinálni, mint ahogy csináltam a Deus Ex Mankind Divided-nél, hogy méterről méterre menteni fogok. Na, most őket le tudtam szedni. Ez azt jelenti, hogy itt most mentek egyet. Igen. Így. Mondjuk ezt többször is alkalmazhattam volna, ezt a manuális mentést. Mert ez nem rossz. Na hát, ezzel nem szabad sprintelni. Néhány katona meghallotta a
Fönn, tehát nem is ezen a szinten, hanem a bunkerben egy szinttel följebb, ahol bitang, vastag beton réteg választja el a szinteket, de meghallották, hogy én egy szinten lejjebb futok. Érted? Meghallották fönt. Tehát én hanyat szopom magam ezt a játéktól komolyan. Láttad ezt a gigantikus szaggatást? Jó volt, mi? Nem ez lesz a kedvenc játékom. Ezeket leviszem, biztos, hogy biztos ne, hogy fentiek észrevegyék. És már csak azért is, mert akkor tudok csinálni a biztonsági mentést. Hogyha itt ezeket itt kipucolom. Az RPG-vel jött be, azt figyeled, ugye? Annyira éreztem én. Sőt, már ki sem tudom fosztani, mert megmozdítottam. Akkor mondjuk ez a hatalmas szerencse, hogy van tényleg manuális mentés, hagyományos manuális mentés, ez itt életmentő tényleg. Na, ez itt ki van pucolva. Mentés, igen. Nagyszerű. Láttátok, tehát 2 méterről megint nem sikerült eltalálni a drága főhősünknek. Olyan szinten ügyes, hogy az valami elképesztő. Elit katona, de... Most is kellett azért egy kicsit... Szerintem látjátok, hogy mi a bajom ezzel a játékkal. Tehát... amint elmentettem, azonnal megint a semmiből hirtelen itt a közelben... És valaki meg... Milyen holttestet találtak meg, könyörgöm? Ki és hol talált holttestet? Most kiírt a játék, hogy megtaláltak egy holttestet, de hol? Kérdem én, hol? Ki és hol talált? Ez kezd átmenni nonsensbe komolyan. Jó, mindegy, hát mentünk egyet. Így. Ezen nem újjan. Ja, az a baj, hogy itt azért érdemes ajánlást eltenni, mert láttátok, hogy ugye erősítés hívnak, akkor az nagyon durva. Tehát az túlélni. Sie können keine Verstärkung rufen, wenn ihre Funkgeräte zerstört sind.
Nagyon jó, mentés. Mentés, mentés, mentés. Na, így lehet, hogy sikerülni fog a stealth. Méterenként menteni kell. Egyébként viccen kívül ez egy óriási nagy segítség a játékosnak a hagyományos mentés, és pont ezért szeretem nagyon, és ezért gyűlölöm a checkpoint alapú mentést. Egy kis hiba, és akkor a fél pályát előről kezdheted, ha a fejlesztő úgy gondolja, hogy olyan helyre rakja le a checkpointokat. Viszont hagyományos mentéssel ott mentesz, és akkor ahol és amikor akarsz. És ez így is van rendjén, ez a normális, a hagyományos mentés. Minden játékban ilyen kellene, ja, persze sniperek is vannak, róluk megfeledkeztem. Hogy megyek oda föl úgy, hogy a sniperek ne vegyenek észre, hm? Ja, akkor kéne lőni, amikor elmegy a repülő, hogy kellő zaj legyen. De hát megint nincs olyan zajforrás, tehát a játék itt sem igazán hajlandó segíteni. Na most! Most volt zaj! Ciao. Ő megvan. Egy sniper leszedve, mentés. Nagyon hasznos és nagyon fontos. Lépésenként ilyenkor menteni kell. Ha a játék ennyire geciskedik, akkor nincs más megoldás, hogy méterenként és lépésenként menteni. Ki kell használni a hagyományos mentés adta lehetőséget. Van még egy sniper valahol. Valahol van még egy. Jó lenne megtalálni, mielőtt jön a következő repülő. Csak nagyon bele tudnak olvadni a környezetbe. Hol? A hangjelzés, ez izé volt. Valahol. Meg is van. Figyellek, te rohadék. Megvárom megint a repülőt, hogy közelbe repüljön. És megpróbálok fejest adni. Hogy egy lövésből meglegyen. Meg is van. Jó. Nagyszerű, mentés. Na, szép lassan szerintem haladunk. Na, most már csak azt a nehéz páncélost kéne valahogy eltenni az útból, azt ott. Csak az a baj, hiába lövöm meg az egyik izéjét, mind a két oldalon meg kéne lőni, és az úgy... Vagy annyit tudok még esetleg... Ugye, amikor jön a repülő és hangzavar van, akkor kirohanok, mert akkor nem hallja a lépteimet. Esetleg, talán. Nincs jobb ötletem hirtelen.
Oh! Így. Na hát most már itt aztán tényleg nem kell már steltezni. Itt most csak darálni kell, pont úgy, mint a... melyik pálya volt a... Ki kellett szabadítani az informátort? Ugye őt is fedezni kellett, aztán darálni. Megállás nélkül. Bam! Hú, mennyien vannak még! Szevasz, hát a sisakod nem sokat ér, töreg. Az is. Au! Még egy fejes. Szevasz. Még egy fejes. Hihi! Arcberendezés átrendeződött. Még egy. Nyó. Még egy. Remélem, hogy őket kell lőni, mert úgy értem, hogy remélem, hogy nem termelődnek újra a végtelenségig. Hát lehet, hogy ezek újra termelődnek ám. Most nekem ez így nem világos. Nem tudom, lehet, hogy fölösleges most, amit itt csinálok egyébként. Nem tudom. Júj! Aha, a páncélsrekes fejedet. Te is megvagy. Szerintem csak meg kell várni, míg szétdarál az autót, mindent. Addig folyamatosan írtani kell talán. Hát ez miféle kamera? Ja, hogy... Csá! Bam! In your face! Motherfucker! Siker! Schalte alle Deutsch... Őha! Szedjen szét az összes német járművet? Csak így? Várja. Bejelölöm őket, és akkor könnyebb lesz nyomon követni ezeket a szerencsétleneket.
Bumm! Zum Teufel steckt Bumm! Ab! Hallo? Miért nem történik semmi? Egy. Ez azért furcsa, mert a második részben, amikor meglőtted a tanknak a hátulját, az üzemanyag tartályt, mint ahogy most tettem, az rögtön felrobbant. Egy lövéstől. Itt gond nélkül működik tovább. Ez az előbb miért nem jött össze? Ugyanígy lőttem, ugyanígy meglőttem azt a piros izét. Oh-oh! Ezt neked! Bele a pofádba! Jó, ez érdekes volt. Hát ez most nem volt olyan látványos, ha bár a tüdejét elkapta. Igen, persze, hogy ne. Megvagy. Szerintem néha a kill-cam nagyon-nagyon nem működik. Ó, hogy bazd meg! Miért nem lehet kifosztani a másikat? Ez másik volt estet, ezt se értem. De ezt annyira nem értem. Tehát az üzemanyag tartályát szétlőttem a tanknak, a vezetőjét szétlőttem, és még mindig működik. Tehát, hogy what the fuck? Hogyan? És miért? Látod? Hogyan? Ezt valaki magyarázza már el. Látod? Na, tessék, most akkor erre milyen magyarázat? Ez kurva jó tényleg, tehát hogy... Ez tényleg annyira nonsens. De akkor miért mutatja még mindig pirosan, hogy az lőhető, amikor nem?
És akkor most... És akkor most mit csináljak? Tehát, hogy... Nem értem egyszerűen. Na, látod? Ezt hiába lövöm. Kösz szépen, persze, sziklán keresztül, így van. Most akkor azzal mit csináljak? Menjek mögé, kerüljem meg az... Tudjátok, hogy csinálok itt egy különmentést. Ez annyira nonsense, de komolyan mondom. Erre. Így. Ez... Istenem... Tessék, most ezt nekem valaki magyarázza el. Két üzemanyag tartályát is berobbantottam, a sofőrét is kinyírtam, és még mindig üzemel a tank. Na, ez, erre ki tud magyarázatot? Várom a magyarázatokat. Kösz! Kösz! És úgy nem akarna esetleg megdögleni? Tehát, hogy... Kettő gránátot is kapott. Szétlőttem az üzemanyag tartályát. Kétszer. Kapott két gránátot. Tehát most mit csináljak még vele? De most tényleg? Mit csináljak még vele? Így van, kedves játék, köszönöm szépen, hogy csalsz, mint a kurva élet. Legalább a játék tud csalni, az emmi. Így van, ez a lényeg. Ilyen egy visszataszító küldetés, de komolyan. Nem lenne gond a küldetéssel, hogyha nem csalna így a játék. Köszönöm szépen! Nagyon szépen, köszönöm!
Tessék, láttátok? Még egyszer, figyelj, 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 figyelj! Na, ez az. Bizony, Niklajszó! Ez az, annyira nonsens. Csak is kizárólag így nyírhatom ki. Lényegtelen, hogy az előző néhány küldetés során alternatív megoldásokkal is ki lehetett nyírni a tankokat, a Tigris tankot például. Meg hogy a másik részben üzemanyagtartályba egyet belelőtt és felrobban. Nem baj, nem, itt nem, itt nem. Így csak páncesekkel lehet kinyírni. Aj, totál nonsens, komolyan. Ha még mondjuk legnehezebb fokozaton, még az ember azt mondja, oké, na de könnyű fokozaton ilyen fasságot csinálni, hát nem tudom. Jó, őt ott ki tudjuk nyírni taposóaknával, ez nem probléma. Remélem, hogy jó helyre rakom le. Na, mindjárt kiderül. Jó helyre raktam le. Nem biztos. Ki kell figyelnem, hogy pontosan hol fordul meg. Mert ha most nem jó helyen van az az egy darab akna, akkor a másikat máshova kell rakni, már csak egy darab taposó aknán van, erre figyelni kell. De most hol van? Ez a szerencsétlen. Már csak ő maradt egyedül. Na most jön. Igen, meddig jössz el? Rossz helyre raktam, bassza meg! Rossz helyre raktam az aknát. Kurva életbe. Föl tudom még szedni? Igen. Nem tudom, hol fordult meg? Itt nem. Valahol. De lerakom ide. Ide is rakok egyet, és... mondjuk ide is rakok egyet. Aztán meglátjuk. Meglátjuk, mi történik. Aj, ez a nem létező fedezékrendszer, ez egy annyi katasztrófa, hogy ez nem igaz. Hát ez hihetetlen. Haha! Bár érdekes, hogy semmi hangja nem volt a robbanásnak, ez... ennek már volt. Csak a izének nem volt semmi hangja, ugye? Várja, ezért kérem vissza a gépfegyverem, és akkor a másik aknát viszont felszedem, amire nem ment rá az a rohadék. Jó. Igen. Ah.
Steam Achievement, Demolition Man. Ó, kaptam még egy távcső upgrade-et. Ó, egy opcionális nem csináltam meg. Nem baj. Ahhoz képest, hogy egyessel akartam megcsinálni, megcsináltam 4-ből 3-at. So. Endstation. Endstation. Die Konstruktionsanlage der Ratte. Tief ins Massiv des Mietes geschlagen. Ein seltsamer Ort, um einen Panzer zu entwickeln. Aber die steilen Abhänge helfen dabei, sich zu verstecken. Es wird Zeit, die Ratte und die gesamte Anlage zu zerstören. Dem Reich darf so etwas nicht noch einmal gelingen. Unterwegs muss ich die Produktionsbänder stilllegen. Außerdem befinden sich auf dem Weg ein paar gute Aussichtspunkte. Und wenn das erledigt ist, kümmere ich mich ein für alle Mal um Wahlen. Hüha, na. Rattefabrik, na most... Elvileg ez az utolsó küldetés, ugye arról szól, hogy azt a nagy patkány nevű dögöt, illetve a helyet, a gyárat, ahol azt akarják összerakni, ugye azt kell most gyakorlatilag megsemmisíteni, illetve magát a patkányt is, és ha az sikerül, utána a vállán, tehát az egész projektnek a vezetőjét kell segbe rúgni, vagy átalakítani az arcberendezését egy kicsit. Úgyhogy ezt fogjuk megnézni a következő részben. Viszont mivel gyárba megyünk, szerintem lehet, hogy ide taposó aknákra már nem lesz szükségem, viszont gránátokra lehet, hogy annál inkább. Lehet, hogy... Igen. Akkor azt fogom csinálni, jó, hogy itt lett volna páncéltörő muníció. Lehet, hogy ezzel lehetett volna csak szétszedni a tankot. Na mindegy. Dinamit. Vigyek egy darab dinamitot? Viszünk egy darab dinamitot, mert van egy olyan megérzésem, hogy talán valamilyen helyre, fix, előre fixált helyre kell lerakni. De az is lehet, hogy játék majd fogadni. Jó, van, megpróbálkozom ma ezzel a felállással. Jó. Na nézzük meg, hogy kezdődik ez a pálya. És akkor mindjárt el is köszönök. Azt a mindenit! Höhöj! Oké! Ide, így. Ez az. Jó, el van mentve. Hát akkor innen fogjuk folytatni. Ugye ez a 8. küldetés. És akkor innen fogjuk folytatni a következő részben. Nagyon-nagyon nagy valószínűséggel, sőt szinte egészen biztos, hogy ez rekordhosszúságú pálya lesz. Aztán ez lesz a leghosszabb, úgyhogy készüljetek fel arra, hogy a következő rész... Hát én úgy számolok, hogy minimum 1,5 óra lesz, de lehet, hogy bele fogunk nyaldosni a 2 órába is. Nem lepne meg, nem lepne meg. Meglátjuk majd, hogy fog alakulni. Na, hát a tetszett ez a rész. Ez a pálya itt most nekem annyira nem tetszett. Az eleje viszonylag jól ment, de hát elég sokat szemétkedik ez a játék, főleg az MI. Elég alattomos tud lenni. Ja, úgyhogy... Köszönjük a figyelmet, ha tetszett a videó, nyomjál lájkot, és innen folytatjuk. Szevasztok!